az univerzális mutatószám. Tehát ha szintén körülnézünk az offline világban, majdnem minden csatornának ugye megvan az az univerzális száma, ami hát mondjuk kis túlzás, hogy amiből több, az jobb. Tehát ami alapján lehet tájékozódni, hogy az miért jó, kinek jó. Most az online világban egy kicsit, legalábbis Magyarországon ez a kattintás, CT tűnik ilyen uralkodó számnak, ami viszont nem jó. Nem jó szám. Ez igazából se a hirdetőnek, se a médiaügynökségnek, se a médiának nem igazán jó mérőszám. Persze bizonyos feltételek mellett állíthatjuk, hogy a több kattintás az jobb, de az a baj, hogy online kampány esetén ez nem követelmény. Tehát nem csak az a jó kampány, ami sok CT-t hoz, illetve a vásárlási módot is nagyon leegyszerűsíti, ha csak kattintásról beszélünk. Tehát olyan mélységei és színes lehetőségei vannak ennek a dolognak, vagy például ugye a social-ben, ott ugye még nehezebb kimondani ezt a CT számot, hiszen az, hogyha ugye barátaimnak írok arról, hogy hú de jó ez meg az, akkor most ugye attól meg nem mentünk el a landing oldalra, a kampány szájtot nem láttuk, mégis egy nagyon pozitív hozadéka van a dolognak. Tehát én azt mondom, hogy e körül biztos, hogy lesz majd forrongás egy kicsit, hogy most a kattintás az egy jó mérőszám, vagy nem jó mérőszám, kell-e az alapján vásárolni, vagy nem az alapján kell vásárolni, vagy ha nem a kattintás, akkor mi?